Megtörten áll az otthonuk hátsó szobájában, és a könnyeivel küszködve mutatja 17 éves János fényképét az édesanya. Franciska, az édesanya folyamatosan imádkozik, hogy a Tiszában elmerült, szeretett gyermeke élve előkerüljön. Folyamatosan keresik, egész nap szinte. És azt mondták, hogy arra, ahol ők keresik Csoladikkal, ott senkit nem láttak, tegnap sem vizen. Senkit az ég adta világon, és annyi segítséget nem kapunk, tegnap mondtam a polgármesternek, hogy ilyenkor vannak ezek a búvárok, direkt erre vannak kiképezve, hogy ilyenkor lemerülnek, keresik, de nem. Ő annyit mondott csak, hogy folyamatosan ő neki, ez a rendőrfőkapitányság adja az infót, hogy nem, ilyenkor nincs mit tenni, azt mondták, hogyha nem adja fel a víz 48 órán belül, akkor nem lesz meg. De így nem is adhassa fel a víz, hogyha nem keresik, nem küldenek le búvárokat. Elsőnek is ott kéne nekik lemerülni, ahonnan addig felborult, azon a részén. Ott kéne, és ott nem keresi senki, mert hiába megyünk le gyalog. Elmentünk odáig a cipőnyomig, láttuk, hogy ott valaki kigyőtt így ennyi távolság, de viszont partot nem írt, megint vissza lehetőleg látni, hogy visszafordult. Gyerek belement, vitte a fát, tapogatózott benne. Nem tanált, úgy nem is lehet tanálni, hogyha az ember nem bír bemenni. Nagyon-nagyon sokan segítenének abban, hogy legalább a parton, aki tudja, keresse. Akinek van olyan felszerelése, mert sajnos nekem nincs rá keretem, hogy búvárokat fogadjak. Hogy a búvárokkal legalább megpróbálnánk, hogy ott ahol felborult a csónak. Hogyha az Isten is azt akarja, akkor ott megtaláljuk. Franciska a tragédia estéjén a boltba ment le a faluba, amikor észrevette a part felé száguldó mentő és rendőrautókat. Őket követve tudta meg, hogy a fiáik borultak fel a csónakkal. A fiatalkorú János három ismerősével ment horgászni, a csónakjukba azonban váratlanul nagy mennyiségű víz tört be, amitől elsüllyedt. Ketten még ki tudtak úszni a partra, ketten viszont elmerültek. Az elmondások szerint ketten ültek elől, ketten pedig hátul, amikor az egyikük azt hitte, hogy folyik be a víz. Ekkor előre küldte a társát, amitől orrnehéz lett a csónak, és ekkor már tényleg beömlött a víz. Ezután mindnyájan hátra siettek, amivel csak rontottak a helyzeten. Sajnos saját magukat süllyesztették el. Gyuszi könyörgött az életért, hiszen nem tudott úszni. Aztán elmerült, magyarázta a Tiszaparton F. Sándor, a szerencsétlenül járt férfi unoka öccse. Tégyen kimentek a vízre, az élő Tiszára, és megbelült a csónak. Belefolyt a víz, kiugráltak a csónakból, ketten ki tudtak jönni, ketten megmenekültek, kettőt meg még keresnek. Az egyik az az unokai testvére, az öcsém, a másik egy tiszaburai fiatalember. Azt nem ismerem. A csónakot megtalálták, Szolnokon vették ki, nem volt teljesen elsüllyedve, amiről már bejárt az országot a fotója. Hát iratok voltak benne, horgászbotok állítólag, a Rostás Gyuszikának a iratai is benne voltak. A horgászbotjaik is benne voltak. Mi nem tudunk semmit konkrétumot, mert most felesleges találgatózni, meg belefolyni olyan izébe találgatásokba, amit nem tudunk. Azt mondták, amit a romák származások mondtak, hogy nagyon nehezen jöttek ki azok is, akik túlélték, mert akkora sodrás van, amit látszik is rajta a vízen, hogy ez katasztrofális a maga folyása a víznek. Tehát úgy, ki tudtak úszni, igen, itt a part színében voltak? Valószínű, hogy a part színűben lehettek, mert másképp innen ki nem lehet jönni. Ilyen sebességű folyásnál nem lehet kijönni. A kimenekült férfiakat a mentők a karcagi kórházba szállították. A részben elsüllyedt csónakot Szolnoknál találták meg, amit a rendőrök emeltek ki a vízből. Az eltűnteket a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai nagy erőkkel vizen és szárazföldön is keresik. Az esettel kapcsolatosan vízi közlekedés veszélyeztetése miatt büntetőeljárás van folyamatban.